Köszöntötte a testület Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsost, aki 13 évig szolgált a Szent István király római katolikus plébánia élén. Tisztelendő úr köszönetét fejezte ki a város vezetői irányába, akik mindig támogatták munkásságát, és elmondta, hogy Karcag örökké különleges hely marad a szívében. A július 1-én Szolnokon megrendezett második Sihan Furkó Kálmán emlékverseny és nyílt világkupán Magyar Levente a Karcagi Sportegyesület karate és thaibox szakosztály versenyzője első helyezést ért el. Őt és edzőjét, Gyarmati Imrét is köszöntötte a testület. Településfejlesztési célokhoz kapcsolódóan szükségesé vált Karcagváros település szerkezeti tervének, valamint a karcagi építési szabályzat és szabályozási tervének a módosítása. A Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítására tett javaslatot egyhangulag elfogadta a testület. 2015 óta támogatja az önkormányzat a Medicopter alapítványt. Képviselői javaslatra a 2023-ra tervezett támogatási összeg duplájával járul hozzá a város a sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök beszerzéséhez. Szükségessé vált a karcagi többcélú kistérségi társulás működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása és aktualizálása. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kacsó út 16 szám alatti ingatlanra érkezett egy vételi ajánlat. Az értékesítésre tett javaslatot elfogadta a testület. Talán 10 vagy több mint 10 éve pályázaton van meghirdetve, nem jelentkezett eddig vevő erre az ingatlanra. Tehát szerintem elég időt adtunk azoknak az érdeklődőknek, akik ezt szerették volna megvásárolni, vagy bármifajta vállalkozási tevékenységre igénybe venném. Emiatt is került ingyenesen, ha jól emlékszem, átadásra az egyik alapítvány számára, hogy addig, amíg nem jelentkezik vevő, addig legalább ne álljon üresen az épület, és valami fajta társadalmi haszna legyen. Maga az épület egyébként nem olyan állapotban van, még megtekintésre sem jelentkezett eddig senki. Ahogy képviselő úr is felolvasta, ugye a város érdekből is el lehet adni ezt az ingatlant. Nyilván a városnak az az érdeke, hogy az a terület, amely egyre szebben és egyre jobban fejlődik, egyfajta második városközpont, legalábbis üzleti központ került ott kialakításra, hiszen a piaccsarnok, a piac, a BHG üzletsor és a hozzá kapcsolódó üzletek szépen felújításra kerültek, folyamatosan üzemelnek és egyre nívósabb színvonalat képviselnek. Én azt gondolom, hogy az a sarok is megérdemli azt, hogy rendben legyen. Jött rá egy ajánlat, természetes, hogy az értékbecslése is megtörtént ennek az ingatlannak, jóval ez alatt az ár alatt van egyébként, elárulom, hiszen azt is előírja a jogszabály, hogy az értékbecslés alatti áron nem is adhatja el az önkormányzat, tehát sokkal alacsonyabb árat mondott az értékbecslő erre az ingatlanra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ragadjuk meg azt a lehetőséget, hogy van egy érdeklődő, egy nagyon jó árat mondott erre az ingatlanra, vélhetően üzemeltetni is fogott egy vállalkozást, mint ahogy ezt tette egy másik ingatlanon a településen, amely szépen kialakításra került és folyamatosan működik a Kisújszállási út és a Deák körút sarkán. Tehát ugyanarról a vállalkozóról beszélünk, aki üzemelteti az ottani pékséget, itt is egy pékséget és kávézót szeretne nyitni ebben az ingatlanban. Én azt gondolom, hogy fogadjuk el és éljünk ezzel a lehetőséggel. A Noszvaj belterületén található 1158 és 1161 helyrajzi számú ingatlanok vételi árajánlatának elfogadása is megszavazásra került. A Noszvaj belterületi 1057/1-es helyrajzi számú ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítését is tárgyalták. 2017-ben pályáztak a karcagi kistérség települései konzorciumi formában a helyi identitás és kohézió erősítése című pályázatra, aminek zárása előtt lehetőség nyílt egy ráemelési kérelem benyújtására, ami egyhangulag megszavazásra került.